Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és ma egy nagyon népszerű témáról fogunk beszélni, arról, hogy kik a legjobb DLC-s operátorok a Rainbow Six Siege-ben. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, oszd meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Szóval azért készítem ezt a videót, mert a kit vegyek meg, és a ki a kedvenc operátorod kérdéseken kívül, ez az, amire legtöbben rákérdeztek videók alatt, vagy live-ok közben, hogy ki a legjobb DLC-s operátor. Összesen 10 DLC-s karakter van a játékban, így az egyszerűség kedvéért én egy 10-es listát készítettem nektek, amin senki sem rossz operátor, nincs olyan, akit ha valaki hoz, nagyon rosszul jár vele. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy nem vagyunk egyformák, nem tetszhet mindenkinek ugyanannyira az összes karakter, és nem sorolhatja be őket mindenki ugyanabba a sorrendbe. Szerintem egy-két meglepetés lehet lesz számotokra, na de kezdjük is, és lássuk, hogy ki a tizedik. Tizedik helyre én Frostot tettem, aki nem rossz operátor ugyan, de messze áll attól, hogy kiválasztottuk az öt karaktert, és aztán homlokomra csapok, hogy nem hoztunk Frostot. A fegyvereire a közepesen jót sem feltétlen mondanám, elég gyengék, hiszen egy szétnörfölt sotija és egy olyan SMG-je van, ami ugyan önmagában nem rossz, de nincsen rá értelmes célkereszt, sem egy jó barrel, és a markolatok közül is maximum angled grippet tehetsz rá. A csapdájába csak a kezdők és nagyon figyelmetlenek mennek bele, szóval ez sem egy túl extra, és ráadásul nem azonnali kill. Következzen a kilencedik, aki Caveira. Lehet sokatok kedvence, de meg kell értenetek, hogy nincsen semmi nyomós érv arra, hogy rankeden hozd. Amíg az ellenfél nagyjából egy életképes társaság, addig nem fognak hagyni egy kihallgatást, és ha nincs kihallgatás, akkor semmi értelme a Caveirának, ugyanis a fegyverére neki sincs értelmes sight, a shotgunja gyenge, a pisztolya meg talán közepes távolságig is úgy, ahogy jó. Ezen kívül pedig Caveirának ugye a képessége másik része az, hogy csendesen lépked, de higgyétek, az alig-alig csendesebb, mint mondjuk egy Jäger vagy egy Bandit, akiknek sokkal jobb gadgetjük és fegyverük van. Nyolcadik helyre én a másik Brazilt, Capitaot tettem. Ugyan vele van pár lehetőség, amit jól ki lehet használni, így például a Glass Support a kékfajta füstjével, vagy a Miracounter. Emellett van Claymore-ja, és a fegyvere is egész jó. Én személy szerint nem szeretem Capitaut, nem tudom miért nem, de nem túl extra karakter, igazából aki szereti, annak lehet jó, de nincsen annyira sok értékes és kihasználható képessége, ami miatt feljebb tettem volna. Hetedik helyen a japán DLC-vel érkezett Echo van, akinek a fegyverét nagyon szeretem a recoil és a damage jó kombinációja miatt. Pozitívum, hogy van szöges drótja, viszont a gadgetje már összetettebb kérdés. Ugyanis a gadgetjét arra használni, amire ki van találva, egyszerűen nem célra vezető. Viszont a Diffuser Planting animáció megszakítása egy óriási előnye, ugyanígy ezt meg tudja csinálni, ha bárki egy más animáción megy keresztül, például Thermite teszi fel a charge-át a falra, azt is meg lehet vele szakítani. Vagy például önmagában információ szerzésre is jó ez a drón, viszont összességében kicsit olyan üres számomra ez a karakter, annyira ez sem az igazi, ezért csak hetedik a listán. Hatodik, Jekyll, aki elsőre sokkal jobbnak tűnt, de így is jó. A C7E Assault Rifle-jét nerfölték, de van egy PDV-9-e, ami egy remek választás, imádom. Emellett tud hozni smoke-ot, glass támogatására, és ott van a scanner gadgetje is. Ez a gadget nem akkora előny, mint elsőnek hittük, hiszen akinek kis esze van védőként, az figyeli, hogy mikor lesz az új pozíció jelentés, az új pingelés, amit ugye alul lehet nézni, és tudja úgy igazítani a mozgását, hogy az enemy ne tudja kihasználni. Ötödik helyen az egyik kedvenc operátorom Buck. Buckot azért szeretem nagyon, mert a legagresszívabb operátorja a játéknak.
Assault Rifle-je, Under Barrel Shotgun-ja és gránátja rendkívül offenzívvá teszi, amivel az utolsó pillanatokban is óriási klatcsokat lehet csinálni, és mentéseket. És ha már megemlítettem az Assault Rifle-jét, higgyétek el, srácok, megéri megtanulni és megszokni a ricochet-ját az Assault Rifle-jének, mert sokkal több szituációban lesz hasznodra, mint a DMR, csak elsőre a ricochet elijeszti az embereket. A dobogóról éppen csak lecsúszott minden idők legópébb karaktere, Blackbeard. Azok az idők ugyan már elmúltak, amikor óriási győzelmi százaléka, Pro League-ben pedig 100%-os pikrétje volt, de akik azt mondják, hogy Blackbeard szar, azok csak simán nem értenek a játékhoz. Nem tudom, mi lehetne annál nagyobb előny egy Tius harcban, mint hogy a biztos halált jelentő fejlővést shieldenként háromszor kibírod. Ahol viszont a hátrány jön, az a fegyvere, amiben kevés a töltény, rendkívül lassan lő, sőt, nagyon lassan céloz be. Aki nem érti még mindig, hogy miért mondom ennyire jónak, az nézzen meg pár Pro League meccset, ahol gyakorlatilag minden körben ott van és fogja a szögeket. Harmadik helyre jön a játék egyik legjobb bentmaradós operátora, Mira. Mira a legújabb védő a játékban, aki alaposan megváltoztatta a metát. Egyszerűen bejött, és egész szájtokat tett védhetővé, míg régen azok az utolsó pikkek voltak a listáról. A bajom vele az, hogy a Vektor egy barátom szavával élve szar, én inkább megmaradok a nem olyan jó kifejezésnél. Tudom, sokan vannak, akik mondják, milyen jó, meg hiányolták a fegyveres listáról, a fegyveres videóból, de skacok, az a helyzet, hogy 10 méteren kívül a Vektor egyszerűen nem hitel. Fejbe lőni meg elég nehéz lesz a ricochet-ja és az ékok hiánya miatt. Összességében Mira a Nitro szejével és az ablakaival nagyon sok kombinációt tud megvalósítani, és egy site védéséből oroszlán részt tud vállalni. Mira információt gyűjt a támadók pozíciójáról és akcióiról, ezzel előnyben részesíti a csapatát, de az információ gyűjtésről még fog szó esni. Második helyen a játék talán legjobb támadó operátora, Hibana. Hibana az általánosan király gadgetje mellett egyenes counter Mirára, szuper fegyverei vannak, és még Claymorehoz is hozzáfér. Annak ellenére, hogy csak 21 töltény van az Assault Rifle-jében, azt hozzátok, mert a shotgunnak továbbra sincs semmi értelme, a gépfegyvere meg tök jó. Gadgetnek pedig kérlek titeket, for the love of God, ne válasszátok a stun grenade-et a Claymore helyett, mert megmarom magamat. Hibana értékét tovább növeli, hogy rajta kívül csak egyetlen operátor rendelkezik hasonló gadgettel, amik közül egyet tulajdonképpen muszáj hozni. Összességében, aki Hibanát hozza, csak jól járhat, nagyon ajánlom a megvételét. És végül, aki a listán az első helyezett, vagyis én a legjobb DLC-s operátornak találom, az a kedvenc védőm, Valkyrie. Valkyrie olyat tud, amit senki más. Annyi információt gyűjt az enemiről, mint senki más, és annyiféle úton használhatja ezt ki, mint senki más. Az MPX az én szájízemnek nagyon picit gyenge áttérve a fegyverkészletére, de nem vészes. Emellett van Nitro szelje, amivel akár még csapdákat is csinálhat, mint mindenkihez hozzá is kell Game Sense és egy kis tanulás, a kamerák helyét jól kell megválasztani, de aki kitanulja, az körülbelül a legnagyobb veszély a támadókra. Még egy dolog Valkyriehez. A shotgunját felejtsétek el. Nem tudom közületek hányan mondanák azt, hogy és még a sotia is milyen jó. Hát nagyon nem. A soti konzolon szarok, PC-n meg csak simán nem használják őket, smoke sotia kivételével. Összességében Valkyrie a legjobb vétel a DLC-s operátorok közül, de nincs olyan, akivel nagyon mellé tudsz fogni. A kit vegyek meg közülük elsőnek vagy következőnek kérdésekre a válasz az, hogy Valkyrie-vel kezd, és utolsónak Frostot vedd meg. Mindezek után tartsátok észben, hogy nem mindenki számára tetszett ugyanúgy minden operátor, lehet, hogy Valkyrie nekem nagyon bevált, de más egyszerűen a játék stílusa és az ízlése miatt meg nem fogja szeretni, de próbáltam végig egységes szempontok alapján listázni, hogy ne legyen sok eltérés a sorrendjeink között, de ha mégis van ilyen, azt várom kommentben, érdekel a ti véleményetek. Ha bővebb információt szeretnétek a karakterekről, akkor nézzétek meg az operátoriskola részeit, aki új, iratkozzon fel, nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le a legújabb videókról vagy live-okról, osszátok meg a videót, hát ha mások számára is segítség lehet,
és találkozunk legközelebb, na de addig is gaming is fun, és sziasztok!